Showtime. Push up. Fekvő támaszozó, éneklő robotok, építés, interaktív játékok és még számos érdekes program várja a fiatalokat a Tanulóváros Fesztiválon. Idén már 6. alkalommal rendezik meg ezt az eseményt Pécsen. Cél az élethosszig tanulás iránti érdeklődés és elköteleződés kreatív támogatása. 14 helyszínen 52 résztvevő 86 aktív programmal várja elsősorban az iskolás gyerekeket szeptember 24-éig. Köszöntőjében Hoppán Péter kultúráért felelős államtitkár úgy fogalmazott, minél magasabb egy közösségben a tudás erőssége, annál sikeresebb és boldogabb az adott közösség. Magyarország 3-szor annyit költ kultúrára, mint az Európai Unió többi tagállama átlagosan. 0,4-0,5% költenek az európai országok GDP-ből, nemzeti össztermékből arányosan kultúrára, ami pedig 1,2-1,3%. És a kultúrában, mint nagy gondolkodásban, nagy állami elosztási rendszerben ott van a tudás transfer ügye is, a tudás átadás kérése is. És Pécs ebben példaértékű munkát végez, és 6 éve ez az UNESCO által is megjelölt fesztivál azt üzeni, hogy a pécsi közösség az iskolarendszerével, egyetemével és a civil aktivitásával ebben a társadalomszervezésben a tudásátadás az érték és egy boldogabb társadalmat adhat a jövőnek, ebben példát mutat. Még 2017-ben pályázta és nyerte meg az önkormányzat az UNESCO Global Learning City Award elismerést, ezzel együtt a Tanulóváros kitüntető címet, amely a pécsi napok sorába ágyazott fesztiválok kereteit is adja. Az idei programok főbb helyszíne a Széchenyi tér és a Kossuth tér, illetve a civil közösségek háza.